Üdvözlöm a kedves nézőket! Folytatjuk a Spirit and the Mouse című játékot. A zenét offoljuk, mert az összes zene copyrightos. Úgyhogy ennek köszönhetően folytatjuk is. Északi városba tartottunk, itt négy illetőnek kell segítenünk. Ebben a zsírúj hely nekünk most. Szépen begyűjtjük. Környéken van. Ebbe bárki? Semmi. Na nézzük. Ez itt egy. De ne vagy, fene tudja, mert jó, nagyon csinál valamit a gépen, a másik pedig ott nagyon telefonál. Na nézzük, te mit akarsz? Ne nyúljatok a lámpákhoz, hányszor mondjam még ezt nektek. De tényleg egy kibírhatatlan kis öcsi vagy. Esküszöm, nem nyúltam semmit, csak régi poros lámpák, különben is kit érdekel. Azok a lámpák régi és nagyon értékes lámpák, és holnap jönnek a fontos ügyfelém, hogy megvegyék őket. Alig várom, hogy anya visszajön a nyaralásból, hogy hazamehess vele. Tehát hány év van köztük, he? Olyan gonosz vagy, Juliet. Remélem, az ügyfelének nem tetszik a lámpák, és a bortodat gonosz szelleme kísértsék. Sajnálom, csak arra kértelek, hogy tartsd a kezed a zsebedben, csak ne nyújj semmi máshoz. Ilyen esküszöm, hogy nem én kapcsoltam ki a lámpát. Le kell félnem a leltározást, aztán hazamegyünk. Julian, meg akarsz ijeszteni? Mondtam, hogy ne nyújj a lámpákhoz. Nem én vagyok, esküszöm. Nem te voltál és nem én voltam, lehet, hogy... Szellem? Ne beszélj ostobáságokat, Julian. Volt egy nagy vihar ma este. Valószínűleg az épület az oka, az áramellátás a tetőn meghibásodott. Tudod jól, hogy félek a szellemektől, csak meg akarsz ijeszteni? Hát nem, ez nem működik. Nos pedig vissza a munkához, minél hamarabb végzek, annál hamarabb hazaérünk. Mi van, ha? Az antikváriumot kísértet járta. Megint? Na, mind a ketten be pippantottak. Ordítanak. Szellemek, kérlek, ne csináltok velünk semmit, mondja Julian. Mi ártatlanok vagyunk, mondja Julian. Valaki segítsen rajtunk, mondták ketten együtt. A szellem és a lámpák, mindezt úgy, hogy ott remegnek ezerrel, és bent vannak a házba. Ja, hát ki ne jöjjenek. Na viszont akkor föl kell gyorsulnunk. Elvégben már tudunk dasolni meg társaink. Úgy tűnik beragadt. Oda föl, hogy jutunk. Olyan barom, hogy oda kéne feljutni szembe. Vagy totál eltévedtem, lehet válogatni. Az is beragadt. Na, most ezek a kicsik nem adnak. Itt is van egy kávézó. A másik oldalról van zárva, az onnan kéne először lejönni. Ezek viszont már adják. Hmm.
Ah, nem vagy hajlandó itt fölmászni? Itt se. Tábla is adja. Seprű is teli van feszültséggel, csak hogy jó legyen. Na. Ezeket gyorsan begyűjti, kézzük. Úgymond ingyen loot. Ugyebár ezeket. A térképet váltunk. Visszakapjuk. Mármint újra megkaphatjuk. Itt már föl tudunk jönni. Szerintem oda át kéne dasolni. És a dasolás. Control. Nem. Ezzel csak meghallgatni tudjuk itt, hogy mi van. Ő Liza. Igen, persze. Majd én elintézem, holnapra minden rendben lesz. Viszlát. Ismét szegény Liza dolga, hogy mindent elintézem, míg Mr. Manager otthon hűsöl. Ez soha nem igazságos. Természetesen áramszünet pont a műszakon vége előtt kellett történnie, kész voltam hazamenni, de az előső tábla leesett, és a lámpa nem működött. Az én miatt a menü kinyílt, és az étlap kirepült, holnap újra kell írnom. És a fűtőtestek a teraszon nem kapcsolnak be? Minden rendben lesz, ez a lélegez. Nem tudom, hogyan kell a legtöbb ilyen dolgot megjavítani. Hívnom kell egy villanyszerelőt, nézzük meg, hogy van-e most elérhető. Köszönjük, hogy hívta a Mercy villanyt 24/7-et. Villámgyors szolgáltatást nyújtunk önnek, Szentet Claire egész területén, minden vonalunk foglalta, várható várakozás idő, 1 óra 30 perc. Na, hát az úgy aranyos. Ugyan már, a ma esti tervének annyi. Szóval mindenhol az áramszünet a gond. De ez nagyon nincs, mert eddig 2-ből 2-re nem tudok fölmenni. Egyik nyugdíj ez a tábla itt. Másik pedig ez itt. Hogy miért tudunk cincogni? Mi értelme? Na, itt is egy csomó. Akkor szépen tükröződik. Ez se használható, nagyon nicce. Valahogy pedig föl kell jutnunk, mert anélkül nem tudunk tetővel szórakázni. De azt mondom, van itt egy csomó minden, ahova föl kéne jutni. Oké, erre. Long, meg az is. Ez is csecse. Erre valami talán. Na. Itt már van valami. Följebb jutottunk. Más oldalról zárva.
Oké, most már erre fele is tudunk jönni. Ezekkel még nem tudom, mit lehet kezdeni, valószínűleg ezek, hogy nem működnek. Fölgyorsulunk erre. Oké, kis generátort, ha ideig jutott. Igen, most, hogy ezt kinyitottuk. Így most már ebbe az irányba tudunk menni. Az előbb nem tudtunk erre jönni, és akkor nézzük vele, mi van. Az előbbre megvizsgálva van egy címke, North Store. Be akarod kapcsolni? Persze! Meghívásodás 30 energia. Tessék, egyé. Zabály! Na még négy. Nyom! Most bútor. Te rossz díjbe. Hello World! Az összes Kiblin box így köszönt. North Star Kiblin box jelenleg nem működik. Nem lehet áramot írni, Kiblinek hiányodnak. Visszahozzuk. Köszönöm, rákcsáló. Kiblin követő rendszer aktiválva. Két Kiblin hiányzik. Kiblin tracking system. Egyik ott van, jó? Na, és hozzád hogy jutok el? Oké? Mert így átjövünk ide, igen. Jó, meglett ez is. Viszont... Na, ebből is lett egy. Jó, pirosak ezek a... Na, tessék, ki tudunk esni. Essél le akkor. Így, ez is meglett. Ott van szemben. Na, de oda hogy jutunk át? Nem csak lefele vezet az út. Na, már számá fő. Na, ott vigyorog. Na, most már az is kinyílt ott alattunk, vagy legalábbis kijött belőle. Gondolom akkor erre. Szép furtbástya. Meg is vagy. Na, te miért nem dolgozol? Mit csinálsz itt? Ja, babája van. Hello. Soha nem láttalak, még ki vagy te? Ó, te vagy az, akiről mindenki beszél. Nekem segítenem kell a kollégámnak a hátsó sikátorba, hogy megjavítsa a Kiblin boxot, de hallottam, hogy az emberek a boltban szellemekről beszéltek. Túlságosan félek visszamenni, félek a szellemektől, te nem félsz? Hát te is egy szellem vagy, ijedjél meg, ez itt a kik... Kiceri. Várjatok. Te egy szellem vagy? Nem vagy, fúj. Nem. Ezt egy szellem mondaná, és elmenekül. Mert mindjárt megnyugtatjuk Kirbyt, kap egy kámehámét, aztán volt nincs üzemmódba lesz. Te vagy itt a... Igen, de az nekem miért jó?
Hova visz? Állt hozzá. Ne! Akkor gondolom ezzel kéne leejteni. Valaki segítsen! Most oda-vissza fogsz ugrálni? Ne! Maradj lenn! Jó? Segítség! Hol nem érsz el engem, te rohadt vén szellem? Egyre jó. Szerintem akkor repüljé. Vág egy fejet. Várj, te nem úgy nézel ki, mint egy szellem. Úgy nézel ki, mint egy egér. Mi van, ha te egy szellemegér vagy? Visszamegyek én a kiblimboxomhoz, kérlek, ne kövessetek oda. Ez gyors volt. Az előzőnél egyébként ott volt előttünk ez a szumó, csak elfelejtettem fölvenni, mert vagy a kamerával szórakoztam és eltekertem, vagy nem láttam, a lényeg az, hogy nem lett fölvéve. Jó? És a másik itt van, szembe elvijek be velünk. Ez megvan, elérhető az upgrade. Na és akkor hol a másik? Elvijek be itt, nem? De. Na már nem tudtam az előbb oda menni. Hello, ki lehet maga? Hogy ez egy öreg? Ki, szenyor? Te egy egér vagy, asszisztálás, Lumion. Ó, értem, értem. Mit tehetne érted egy ilyen öreg kiblin, mint én, kis egér? Ó, te akarsz nekem segíteni? Hoho! Örömmel elfogadom a segítséget, régen volt, hogy egy szellemőrző járt itt. Másik pár kész ki segít helyrehozni ezt az egész zűrzavar, több mint szívesen látott segítség. Kiblings boxok közelben több épületet lát el energiával, ez egy sor kisebb épülethez van csatlakoztatva elektromos dobozokhoz. Elektromos dobozokhoz, mint ez? És a korábbi szörnyű zivatar óta minden rövidre zárt. Meg kell találnom a megfelelő biztonsági kódot minden egyes dobozhoz, sajnos ez a beltes eléggé rendetlen, hogy láthatod. Most lenne ideje segíteni egy öreg kiblinnek, mint én? Igen vagy, de nem most. Igen. Csodálatos, hadd mondja ezekkel egy kicsit többet azokról a dobozokról. Na hát változnak a küldik. Újra kell indítanunk három dobozt, egyenként fogjuk csinálni őket, ha nem bánod. Kezdjük ezzel. Látod ezt a három szimbólumot ezen a dobozon? Kocka, piros, zöld, kamera és playstop, pausa jel. Vezeték másik végén lennie kell egy másik doboznak, mert a következő helyről indul, ez a húsdarálós kameraikon. Meg kell találnod a kódot, ami onnan jön, és ugyebár az ő. Sajnos a vezetékek mind összekúzalottak, én mondom, az én időmben ez így volt, hoho, de már elkalandoztam, bocsánat. Több száz éve vagyok ebbe a szakmába, és még sosem láttam ilyen szörnyű kábelrendezést. Beszélj velem, ha megtaláltad a zöld kódot. Gyalog lesz, túlfárasztó az öreg lábaimnak. A kamera végre engedne. Igen, az ott eljön erre. Elmegy.
belemegy ebbe. 99-98. Igen. 99-98. Oké, próbáljuk meg. Igen, ez a helyes kód. Tudtam, hogy számíthatok rád, kisegért. De még nem végeztünk. Gyere velem a következő dobozhoz. Gyere, gyere. Ilyen gyors leszel? Na, hát legalább ő is használja ezt a cumót. Nagyon nicce, és remélem akkor ide-oda kell majd rohangászni, hogy a kódokat megtaláljuk. Na, rendben, mi van itt? Ó, azt hittem már nem gyártják, kicsit másképp működnek. Szükségünk van a kódra a dobozhoz, ami az 1001 dobozhoz kapcsolódik. Igazán sajnálom, hogy ezzel zavarlak, akik nagyon kedvesen segítesz nekem. Meg kell találnod a 1001-es dobozt, itt van valahol, kövesd a vezetéket, az elvezet a megfelelő kódhoz. Én itt várok nagy erőfeszítés az öreg Kiblinnek. Közben lefekszik a karakterünk, hogy Hajime. Ez a 0T08, 11X2, igen, akkor ő. 10.48. Fájni fog. 32.25. Erre fele nincs. Oda is átmegy egy. Aztán vissza. Tessél le. A 0-2. Majd ide is lejövünk akkor, gondolom. Erről az öreg nem tervez most itt végig lavírozni. Oda nem tudunk átmenni. Másszál vissza. Akkor gondolom fönt lesz, amit keresünk. Várj, itt is van még doboz, LK01. Itt van, 11.01. Jó, akkor mindig az adott szinten van az, amivel menni kell, akkor nem kell fölfele mozogni legalábbis, jelenleg még. Ó, hogy tikkadjál meg. Oké. Tenne a sarokba fussá? Va, azonnal. Elvijek be. Eljön erre. Elmegy erre. És fölmegy. Száll föl. Eljön erre. És akkor ebbe megy bele. 32-25. Ja, ezt adjuk meg a gózöregnek. Igen, megtaláltuk, ez a 32-25. Próbáljuk meg. Igen, ez a helyes kód, tudtam, hogy számíthatok rá. Kisegér, még egy utolsó dobozt kell megjavítunk, aztán mehetünk pihenni. Kövess! Ja, hogy ő csak is simán teleportál, oké. Végül is jobb, mint körbejönni. Hol placs.
Ahogy megvan ez is. Na mondjad, lássuk mi ez a doboz, igen, ez könnyű lesz. Ez a nagyon régi modellhez egy kódot, amit a következő oszlik több dobozra. Végső kód egy kombináció, számok kombinációja, a kocka, zöld és a play. Kicsit túl bonyolultra tették ezt a dolgot, közelebb áll a spagettihoz, mint a valódi elektromos rendszerhez. Kezd fájni a hátam, pihenek itt egy kicsit. Gyere vissza hozzám, ha megtaláld a kódot a dobozból, a kocka, a zöld és a sárga sorrendben. És akkor három irányba kell a vezetékeket követni. Az első eljön erre. 0-2. Hát most megadom neked. 2. Ja, hogy beírod az egészet, oké. Okay. Úgy nem jó. Negatív alert, jó. A másik... Az meg... Fölmegy, ott lejön erre. És ide jön. 0-2-8 eddig. Az utolsó... Fölmegy ott, elmegy ott, eljön. 5. 0, 2, 8 és 5. Igen, 0, 2, 8 és 5. Próbáljuk meg. Helyes kód, oké. Kettrak akkoriban, haha. Jó. Ő is visszamegy a helyére. Oké. Ezt is felveszük itt. És irány föl amúgy. Mindegyik zöld. Oké. Így. Éppen megyünk ezerre. Zenével jobb lenne amúgy egyébként ez a játék, megadná a hangulatát teljesen, viszont nagyon zavaróan copyrightos, szóval. Igen. Engedélyt csináld. Indítóerő újraindítása. Ghibli helyzetjelentés. Készen, ahogy csináljuk meg. Egy fiatal, meg egy öreg. Lőn világosság. Ott is megy. És... Ping! Energia újraindítás folyamat befejeződött sikerrel. Nordstorm most már minden rendben működik. Teremtő arra programozott, hogy megjutalmazom a kedves lelkeket. Kérem, fogadj el a Steiner 4 magasom aljáról. Oké, kaptunk is egy körtét. Kapcsold le a villanyt, elhagyja a szobát. Kiblin energia megmarad. Viszlát, világ. Oké. Oké, és nézzük meg akkor őket, hogy miként muzsikál a duó.
Lejövünk. Na, paráztok meg? Julian, Julian, a lámpák visszatértek. Azt jelenti, hogy a szellemek elmentek? Fogalmam sincs. Szellemek még mindig itt vagytok? Ordítja Julian. Julian, mi van, ha még mindig itt vannak, leselkednek? Együtt néznek. Nem hallok semmit, akkor azt hiszem, tényleg elmentek, mondja Juliet. Akkor menjünk haza, Juliet. Fáradt vagyok és éhes. Hadd fejezek be valamit gyorsan, aztán haza megyünk, ellenőrzem kell néhány dolgot, miatt elmegyek. Oké. Sajnálom, hogy korábban ilyen csúnya dolgokat mondtam, remélem holnap rengeteg lámpát adsz el. Ne aggódj, emiatt az a lényeg, hogy most már minden rendben van. Menj, menj, Juliet, fejezd be a munkát, hogy haza mehessünk. Mice? És ott is van a szívecske. És hangok ilyenkor is vannak, szóval kis effektek és nagy eséllyel a vásna, ezekben is lesz copyright. Megér, én vagyok az Lumion. Éreztem az energiahullámot, onnan boldogát tettél egy ember. Lenyőzök egy egyszerű rákcsaltól, de úgy érzem, három további problémás elmélet körülötted. Munkád még nem ért vége, sok szerencsét. Na. Akkor ő megvan. Hát nicce mitte. Valahogy neki is fel kéne jutni a tetőre. Ezek beragadtak, úgyhogy nem tudom mire jók, de... In moment semmire. Akkor ez nem elérhető. Itt viszont föl tudunk jönni. És ott is van az utunk szerintem. Az alatt volt a cumó. Itt hát. Ja. Itt is van egy kis extra. És akkor ide bejövünk, és fölportoljuk magunkat az emeletre. Ezt itt kinyitogattuk, fölmegyünk fel erre, azt leáramozzuk. Kinyílt, azt hittem le fog nyílni, oda már nem megyünk be. Oké, okay. Ide átgyorsulunk. Oké, okay, na, akkor ragozd a magyar Hello világ. 50 energia kell. Nyomva tartjuk neki. Kész is. Nyám. Oké, pizzeria nem megy, Iblin, 3 kell. Igen, mindet megtaláljuk. Igen, aktiválva, álcázás kilőve. Iblin követőrendszer aktiválva. Álcázás kínálat, mindjárt leesik. Beszorult. Az meg ott vigyorog. Oké. Pantörpikus milyen. Na? Milyen lusták. Mert hát... Azt hiszik, az élet csupa játék és nevetés, de nem. Nézzük az első dagadtat. Itt van. Üdv! Ő kiklámzi. Tudod, hogy a helyzetem kicsit furcsának tűnik, igazából nem bánnék egy kis segítséget, hogy őszinte legyek. Miért nemet mondanék, kérlek, hadd mondjam el, mi történt velem.
Próbáltam megnézni, hogy tudnám megjavítani a pizzeria feliratot, legszebb szemben János Bogár repült el előttem, magával ragadott és elcsúsztam. Így ragadtam bele a rácsba. Nice! Ilyesmi csak velem történt meg, híres vagyok a bal szerencsémről, ha-ha-ha. Tényleg meg kell javítanom azt a jelet, amilyen gyorsan csak lehet, és vissza kell mennem a kiblingbokba. Szóval megtenni, hogy kiszabadítasz ezekből a büdös csatornákból? Igen. Nem tudom, hogy ki vagy, de köszönöm. Hadd segítsük egy kicsit. Nézd meg, tudsz kiszabadítani engem alulról, erre a csatornán keresztül nyitottam. Várni fogom itt. Igen, nézzünk körbe, itt semmi. Igen. Nem, innen akkor nem tudjuk kiszabadítani, itt átjövünk. Fölvesszük, már előny. Igen, itt kijönni tudunk. Innen se semmi. De ha itt kijövünk, itt le tudunk jönni. Lehet. Ezt itt visszalöptük. Lejövünk. Nem tudunk átmenni, mert zárt, viszont ha ezt oda visszalökjük, akkor erre el tudunk menni, és itt át tudunk menni. Pontosan. Megvan. Egy csodásan néz ki így beszorulva. Fú! Működött, köszönöm szépen kis segélyt. Megmentettél, annyira hálás vagyok, ideje visszamennem a Kiblin B, várj. Nem javítottam meg a pizzéria feladatot, meg nem csináltam meg a pizzériát, csak néhány másodperc az egész. Na, akkor a pizzéria felirat megjavítva. Mi van ezzel a rácsa a körülöttem? Ó, nem kockáztatom meg, hogy megszabaduljak tőle. Sosem tudhatjuk, mi történik a szerencsém, mert jobb, ha körülöttem hagyom, úgyis megszerettem a szagát. Visszamegy a Kiblin Boxba, ugyebár. Sok szerencsét, a Spirit Guardian nem könnyű feladat. És az ott berobban? Hát, nem látom rajta, hogy ott lenne. Jó, egy megvan. Te hogy kerültél oda be? Hello, Egerke! Te vagy a Spirit Guardian, akit Lumin helyettesíti ma este, igaz? Szükségem lenne a segítségedre valamiben, nem bánod, kölcsönöd az egyik apró mancsodat? Hogy kerültem ebbe a dobozba, sürgősebb dolgunk is van. Ez itt a menü pizzeria étlapja, vagyis Vault. Korábban elrepült, újra kell írnom az egészet, és abszolút nem zártam be magam, miközben azt próbáltam csinálni. Aha, persze, nem lettél bezárva. Ádám, a pizzeria hölgye gondoskodik körül, úgy tűnik, hogy ma este sok dolga van. Hála hihetetlen memóriámnak szinte az egészet átírtam, de hiányzik két az árak. Láttam néhány számlákat itt hevertek az asztalokon, csak azt terveztem kívülök ebből a dobozból, amikben nem vagyok bezárva, és elolvasom őket. De te egy mezei embernek tűnsz, biztos sokat tudsz nekem segíteni ebben, míg én itt valami kényelmes ügyet intézek. Visszamegyek a Kiblin Boxban, miután végeztem, szóval meg tudod tenni azokat az árakat nekem? Persze. Csodálatos. Burger és pizza ára. Menjetek már, én itt maradok, egyáltalán nem vagyok csapdába esve. Persze nem. Nézzé hülyének. Látvág. Na nézzük, Margaret Pizzár. Igen, de én oda átlóba akartam fölmenni. Ezeken nem hajlandó fölmászni.
Mindjárt nyomom neki. De nincs ár. Nem se nem van ár. Ez? Margaret Pizza 865. Oké. Okay. Egyébként a négyzetet meg lehet nézni. Van 865 a válasz. Meg amit csinálunk, ez megvan. Ez folyamatban. Festő és a fények. Nem találtuk meg. Kvacsa és a hajszárító. Ő és a csillagok, aztán majd ez itt a vége lesz, szóval akkor ez itt a végjáték kategória, akkor nem is egy ilyen hosszú játék. Ha úgy vesszük. Egyszer, hát gondolom az összes villanykörtét meg kell majd találnunk. Na, de a 865-ös infóval visszamehetünk. Egyébként ott is van az orrunk előtt egy, csak hát tudunk oda még felmenni. Biztos van, hogy le kéne oda potyogni. Na, tessék. Igen, meg. 865. Jó, drága. Paradicsom szósz és a lisztára együtt, osztva és szávétek árakkal, megszorozva az alkalmazott órabérével. Mínusz a két nap szabadság, amit Liza kivettem múlt héten. Igen, a számok tökéletesen összeállnak, ez a helyes ár. De hülyen számolt ez, hadd írjam le gyorsan. Most pedig utolsó infó kell, avokádó és banán pizzára is hiányzik. Oké. Okay. Hát jó kérdés, hogy annak hol lesz a dára. Mert ott én ilyet nem láttam. Jó, az itt meg a következő pistike lesz, úgyhogy nem erre kell jönnünk, mindenképp ott nem kell keresgélni. Nem baj. Legyorsulunk vissza. Erre, ott a számla szembe. Így nem jutunk oda át. Ezen följöttünk, oké. Okay. De ott szembe leestünk. Mert egy póni. Gondolom az a számla ott szembe. A másikon nem láttam banános pizzárat. Ja, ezen nincs. Itt se tudunk átlopakodni. Hol lehet még ilyesmi áracska? Itt felmegyek akkor. Fejük adok ki. Csak nem minden kell valahova leesni, hát annak sok értelmét nem látom. Ugyebár ez a pizzéria fölött van. Ott is lóg egy bástya. Na de ő innen csak leesni akar, vagy bármi. Ez nem lehet a végem. Oh, hello, van ott valaki? Igen, dicsértessék a teremtő. Kérlek, segíts, nagyon veszélyes helyzetben vagyok, ahogy látjátok.
Hogy kerültem ebbe a helyzetbe, hadd mondjál ezzel, mert először is tudnod kell, hogy nagyon érzékeny vagyok a hőmérséklet változásra. Villámcsapás korábban kikapcsolta a teraszt, a fűtőtestek, felmásztam oda azzal a szándék, hogy megjavítom őket, de mint felértem a csúcsra, egy hideg fúvallattal önérősen tüsszentettem, hogy elvesztettem az egyensúlyomat. És most a halálom szélén állok. Nagyon fázom, szóval kérlek, kérlek, tudnál segíteni nekem? Persze. Köszönöm, megért, te vagy a hősöm. Nyertem egy tálcát a földről, tudnád, alattam, akkor biztonságban le tudnék szállni. Persze most rád elállja az utat, hadd távolítsam el. Emberek tolják ezt a kocsit. El kell tudnod mozgatni a tálcát alattam, számítok rá, Egérke. Na, hát akkor elvileg akkor vele együtt fogjuk tudni majd mozgatni akkor a dolgokat. Jó? Mert ha már itt fönt vagyunk, akkor innen rá tudunk esni arra a nyavalát. Azt kell mondjuk nekem itt. Az alóra. Placs. Avokádós banános pizza 6,45. Lehet, hogy sokan nem veszik. Jóá, placs. Oké. Okay. Eláramkodjuk oda. Nekünk egy kört is felőlem. Arra húzza, ahogy. Na most már potyoghatsz. Még arra, tessék. Aha, igen. Most már nyugodtan elaludhatok. Nem tudom megtenni, túlságosan félek, help. Mondja. Hát akkor szerintem vele együtt fogunk leugrani. Igen, megvan. Akkor X. 6,45. Jó. 6. Minden egyes gombra külön kell megnyomni. Figyelembe véve az avokádó importdíját és a jammy faktor meghaladja a 80%-ot, kétségtelen ez a megfelelő ár. Az avokádós banános pizza. Köszönöm, Egérke, hasznosabb volt a vártnál, hogy szabaduljon ki. Ahogy lehetett volna gyengédebb is. Kérlek, ne emlésd ezt a szerencsétlen esetet többi Kiblinek, és Lumion nem tudhat róla. Elég jó hírem van a környéken, Szentlerre. Tudod, nem akarjuk, hogy a laptalan plegykák szelédítsük meg. Visszamegyek a Kiblin boxba. És már ott is van. Akkor föl kell menni a bástyát lelökni onnan. Még hozzá. Ad ide. Ilyen mozdulattal hagytam ott az előbb is. Jövünk. Kludot leáramozzuk onnan. De le följebb jövünk. És talán megint jöhetünk majd vissza. Megvolt. Tárca ott van alattad. Azt hittem, most már nyugodtan leesetek. Nem tudom, megtenni, gyáva vagyok. Hát megráztuk. Az becsapódott. Át fogok menni a... min. Biztonságban vagyok. Megmentettél, te vagy a legerő úgy viselkedik, hogy a Spirit Guardian szokatlan, hogy élő lény tegye ezt, de miért ne? Lehetett volna gyengébb is, de azért hálás vagyok. Oké. Okay.
Hűtőtest javítás. Ja, az infralámpákra gondol. Kész, mindenki képes lesz élvenni az ételt, annélkül, hogy megfázna. Oké, húzza oda-vissza, hova való vagy. Úgy, mindjárt úgy indul a kibling box. Ebbet fölvesszük. Óvatosan kell leesnünk. Csat. Meg is van. Ennyit megért. Hova visz? Ja, ahova kell. Nagyon csecse. Akkor lód. Indulj el. Kiblinek azt mondják, hogy jep. És megint kapunk egy villanykörtét, gondolom. És ha belegondolunk abba, hogy a játék elején a kisegérke halálfélelme volt a macska miatt, majd úgy döntött, hogy ő segíteni akar valakinek, majd hős bátorként felmászott a villámhárítóra, és segíthet az embereknek. Na, energiaürintés befejeződött, oké, rendben van, itt az ajándék. Igen, vigyázz az áramra. Oké. Esél lefele. Csat. Most már örülni fog neki, hogy menni fog minden. Liza, igen. Nincs oda, komolyan letették a telefont, a vala volt legrosszabb kiszolgálást. Haza akarok menni, azt hiszem sérni fogok egy-két percig. Várj! Álmodom vagy. Tényleg újra működik a tábla, a fűtőtest is. És miután letették, ez nem lehet véletlen. A legjobb szolgáltatás. Yeah! Már csak az étlapot kell átadnom és haza mehetek, meg tudod csinálni Liza, de előbb szükség van egy kis szünetre. Legjobb kiszolgálás valaha az és bealudt. Csat. Igen. Pedig kettő. Oké. De jó ég már, és meglepően ügyes vagy ebbe egérke. Még két ember van hátra, hogy teljesítsd a küldetés, hogy végre visszatérhessek a légbe. Megted az utolsó két embert, Egérke? Számítok rád. Én hiszek benned. Ó, és az a kiblin a déli tér szökőkút mellett zaklatott, hogy adjam át ezt a üzenetet. Éj, Egér, ne felejtsd el hozni nekem a villanykörteket. Sok szerencsét a kereséshez, és még egyszer köszönöm. Mondtam neki, hogy jobb dolgod is van, de annyira ragaszkodott hozzá. Fúj. Valószínűleg a fúj itt egy kicsit mást jelentene, csak hát a öres fordításnak köszönhetően lett fúj belőle. Tudjunk körbe itt lent. A víz az már van. Ide át tudunk jönni, bár hogy mi értelme, azt még nem tudjuk. Itt van egy danyos körte. Bár a update-es bástya hiszik ott. Na, meglepően ide be tudunk jönni. Nem fel tudtunk ide jönni. Aha, itt is van egy segítségre szoruló. Ezeket összeszedjük. Így. Ezeket is.
Ha nincs, de van. Más az RS csatornákon közlekedne, mi meg az áramhálózatom. Hát majd ki fog nyílni szerintem. Az kilőve. Na nézzük meg, mit tudunk ennek a bástyának segíteni, mi lesz majd a küldünk. Ezt meg így összeszedjük. Errefelé is van még okosság. Nincs, viszont van egy 56-os házszám. Dehogy nincs. Ez oda lepotty. Onnantól kezdve az út megvan. Ott meg a Parma színban szembe üljek. Aha. Alias Patika. Ez is zárva. Ez is zárva. Nézzük, hogy mit akar. Pitét süt. A fejem fáj, ez a hideg megöl. Meleg ételt akarok enni, ha nem lenne áram. Szünet, ez a finomnak tűnő fagyasztott kacse már hasamba lenne. Azt hittem tüsszent. Kápecsik lehet, hogy megint meghibásodott, ez már az 5. alkalom ebbe a hónapba. Azt hiszem megvárom, hogy a főbérlő holnap elintézi, amíg én éhen halok. Ó, de hirtelen éhen vagy halva. Talán megpróbálhatnám megenni fagyasztva. Jó étvágyat. Az nice. Ide hallottam, hogy rommá törted a fogaidat. Ez túl kemény. Megmelegítettem hordozható hajszárítómmal. Remélem nem fogod. Oké. Mutasd meg, miből vagy. Ez eltart egy darabig. Ha nem lettem volna beteg, akkor elmentem volna a tetőre. A következő épület, hogy megpróbáljam megjavítani a tápegységet magam. Oké. Okay. Hát az úgy csecse. Mutatja a nyíl, hogy oda föl kell menni. Oké. Okay. Erre tovább. Elgyorsulunk, mint tudnánk, mit csinálunk. Semmi. Fölvehető. Ez is. Ezt beaktiváljuk. És onnantól kezdve ez működik. Oké. Okay. Remélem a másik mögött nem volt ilyen. Na nézzük. Igen. Yeah. 30 energia. 10, 20, 30. Hello world. Bútoljál befele. Hát ezt az animációt egyet csináltak meg, az török lett, de ennek csak fél szeme van. Én sem működnék fél szemmel. Kettő kiblé hiányzik belőle. Igen, mutasd őket. Egyik kalandorkodik, másik meg elsülje. Mitze. Jó, hát... Innen hiányzik egy bástya. Ő adott. És a fények. A nő és a csillagok. Jó. Na hát innen fogjuk folytatni. Elmentve. Úgyhogy
Szerintem már nincs sok hátra belőle, egy max két rész, ilyen egy órás lebontásba, de lehet, hogy a következő már zárás lesz. Még kitalálom, hogy zenével vagy zene nélkül, mert sokat megöl a játéknak a hangulatából a zene hiánya. De a copyright meg idegesítő. Úgyhogy részemről nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és néztétek. Találkozunk legközelebb. Addig is. Sziasztok!